kockák, rajzpapírok, kézművesség és hangszertanulás. Mindezek a foglalkozások közül válogathatnak azok a gyerekek, akik a téli szünidőben hasznosan kívánják tölteni az időt. A Rasputinista játszóházban minden gyermek jól érzi magát. Moja drugarica me postavila to da dođem, da se družimo i vodi mi to što ima dobro društvo, što je dobra organizacija i svaki put ima nešto novo da se nauči. Ovdje je jako lepo, ima puno zanimljivih stvari, pravimo ukrase Sneška Belića, igramo se, radimo neke sportske aktivnosti i sviram, imamo čak i malu učionicu da sviramo neke instrumente. I najviše mi se dopalo kad smo pravili filmove i sad ćemo praviti igrice, ja sam sad došla tu. A rajzszakkör és kézművesség sok gyereket vonzott. Festettek, pecsételtek és anyagból babákat vartak. Uglavnom se svi lepo snalaze, zainteresovani su, ja im pomažem, usmeravam ih. Međutim, ne mogu baš da održe dovoljno dugo pažnju, pa onda hoće da odu, pa ne završe do kraja, ali vrata se, na kraju završe svoje, pa... A Rasputinista játszóházat 33. alkalommal rendezik meg Újvidéken. Minden évben sok gyerek jár ide barátkozni és kikapcsolódni a téli szünet alatt. Da na jednom mestu mogu da izaberu ono što je njihov neki skriveni talent ili posebno interesovanje, da mi kao roditelji ni ne znamo da to naša deca vole i uživaju u tome. Az Újvidéki játszóház január 13-áig tart nyitva. Minden délelőtt sok érdekesség várja a gyerekeket. A foglalkozások ingyenesek.